Géretek, Átvették tárcáikat a liberális kormány új miniszterei. Többen Klaus Johannes államfő jelenlétében vállalták azt, hogy egy év alatt kiköszörülik a PCD kormány által ejtett csorbát az országon. Elégedettek. Pozitívan fogadta a külföldi sajtó és politikum az új kormány beiktatását. A fellélegzés nem feltétlenül a liberálisoknak szólt, sokkal inkább a politikai padhelyzet feloldásának. Bányásztrájk. Strike: A zsilvöldi színbányászok után a sóbányák alkalmazottai is beszüntették a munkát, vakációs jegyeikért tüntettek a vájárok. Parajdon a sóbánya turista részlege is zárva. Feltámasztás 11 év szünet után ismét megszervezik az Európai Színházi Unió Fesztiválját, a Kolozsvári Állami Magyar színház otthont a rangos szemlének. Köszöntöm Önöket a híradóban! A bizalmi szavazás után néhány órával Klaus Johannis államfő már be is iktatta Ludovik Orbán kisebbségi liberális kormányát. A ceremónia után a kormánytagjai azonnal a kormány székházba vonultak, ahol az első informális kormányülést is megtartották. Președintele României decretează. Se numește guvernul României în următoarea componență. Ludovic Orban, prim-ministru. Már a bizalmi szavazás estéjén beiktatták az új kormányt a Kotrocseni palotában rendezett ünnepségen. Ezúttal nem húzta az időt Klaus Jóhannis államfő, ahogy a szociáldemokrata kabinet minden lépése esetében tette hanem villám gyorsan cselekedett. A miniszteri eskütétel után mosolyogva üdvözölte a szívének kedves kabinetet, és még egy személyiségétől idegennek tűnő viccet is megengedett magának. Ludovik orbán miniszterelnök úr, gratulálok önnek és a kormányzati csapatnak, nagyon sikeres mandátumot kívánok önöknek, annak ellenére, hogy sajnos nem lesz egy teljes négy éves megbízatás, hanem valamivel rövidebb. Ezt ellensúlyozandó, viszont nehezebb lesz. A beiktatási ceremóniát követően a kabinet tagjai azonnal a kormánypalotába siettek, ahová testületileg egy mikrobusz szállította őket. A korábbi kormány részéről Tony Gröblök kormányfőtitkár fogadta az új minisztereket, miután Diorika Döncsilő előző kormányfő nem kívánt jelen lenni az átadáson. A kormányt az államfő is elkísérte. A közös családi foto után Ludovic Orbán ült az asztalfőre. Az új miniszterelnök az ülés elején leszögezte, Egyelőre informális ülésről van szó, az érdemi munkát azok után tudják elkezdeni, hogy minden miniszter ténylegesen átvette a hivatalát. Azt szeretném, hogy minden minisztériumban leltározzák fel a legsürgősebb teendőket. Továbbá tegyük világosá, hogy melyek azok a határozatok, amelyeket már az első kormányülésen el kell fogadnunk. A legelső teendőként annak a sürgősségi kormányrendeletnek az elfogadását említette, amely a kabinet struktúrájának az átszervezését rögzíti, miután 28-ról 16-ra csökkentették a minisztériumok számát. Zégféd Murésán európai parlamenti képviselőt jelölheti az új liberális kormány az Európai Bizottságba központi hírforrások szerint. A 38 éves közgazdász végzettségű Zsigfrid Muresan második mandátumát tölti EP képviselőként, ugyanakkor az Európai Népát EP frakciójának alelnöke, a Szociáldemokrata kormány legvehemesebb brüsszeli bírálója. Ludovik Orbán miniszterelnök várhatóan már holnap értesíti Ursula von der Leyen-t az új biztos jelöltről. A Döncsilő kormány összesen három jelöltet nevesített az Európai Biztosi Tisztségre, de mindannyiuk jelentkezését elutasították. Sajtóhírek szerint Brüsszel arra várt, hogy legitim kormánya legyen Romániának. Egyes vélemények szerint azonban az új kormány hölgyet kell javasoljon. Ursula von der Leyen ugyanis arra vállalkozott, hogy az új bizottság tagjai között ugyanannyi nő legyen, mint férfi. Átvették elődeiktől a miniszteri tárcákat az új kormány tagjai. Több átadás átvételen is jelen volt Klaus Johannis államfő és Ludovik Orbán miniszterelnök. Két jelentős minisztériumban híradónk stábja is forgatott. A külügyminisztérium az egyik legkényesebb tárca a kormányban. Ezt a következő időszakban Bogdán Aurescu vezeti. Aurescu már korábban is volt külügyminiszter, és a magyar közösség számára a sovén megnyilvánulásai miatt több kellemetlen emlék is fűződik a nevéhez, ezért az RMDS a szakbizottsági meghallgatáson a jelölése ellen voksolt. Klaus Johannes államfő azonban kitörő örömmel fogadta kinevezését, és az elődjei által elrontott dolgok helyrehozatalát kérte tőle. Románia diplomáciájának legnagyobb kudarcaként azt említette meg, hogy nem sikerült az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem állandó tagjai közé kerülni. Itt az idő, hogy kiavítsuk mindazt, amit a PCD elrontott. Itt az idő, hogy visszaszerezzük a partnereink bizalmát Románia iránt. Románia külpolitikája iránt. Szilárd meggyőződésem, hogy Romániának szolid, sikeres, bizalomra alapuló külpolitikája kell legyen, függetlenül attól, hogy éppen kikormányozza az országot. Székfoglalójában Bogdán Eurészku nem lépett túl az általánosságokon. Elmondta, hogy ő gyakorlatilag hazatért a külügyminisztériumba, és munkásságával a román állampolgárok érdekeit kívánja szolgálni. A román diplomáciának új lendületre van szüksége a teljesítmény növelésére, szigorú pontosságra, felkészültségre, de jó szándékra, újító szellemiségre, intelligens projektekre is. Célorientáltnak kell lennie, hogy növekedjen Románia nemzetközi befolyása a román állampolgárok érdekeinek a szolgálatában. Az igazságszolgáltatás kérdése a szociáldemokrata kormányzást bírálók egyik központi témája volt az elmúlt években. Noha az igazságügyi miniszter nem számít a bírák és ügyészek közvetlen felettesének, személye mégis fontos a szakpolitikák kidolgozásában. A tárcát átvevő a limpré székfoglalójában váratlanul megköszönte elődje, Anna Bírsák kiváló munkáját. Despre, a jövőre vonatkozóan egy nagy jogászprofesszor szavait használnám, aki azt mondta, nem szolgáltathatsz igazságot, ha nem jár át az igazságosság a jogszolgáltatásának a szelleme. Számomra és remélem Románia minden magisztrátusának a számára ez szakmaiságot, érdemek elismerését jelenti, és annak a tudatosítását, hogy nem létezik igazságszolgáltatás önmagáért, ehhez az állampolgárokért van. Az első lényegi kérdéseket és napi rendre tűző kormányülést, miután minden miniszter ténylegesen átveszi a teendőket az elődjétől, holnapra hívták össze. A demokrácia a fekete napjának nevezte Vio Ricardon leköszönő miniszterelnök, hogy Ludovik Orbán kormánya megkapta a parlamentben a beiktatásához szükséges számú szavazatot. Szerinte Klaus Johannisnak tisztességtelen játszmában sikerült pozícióba jutatni a saját kormányát. A Szociáldemokrata Párt székházában tartott sajtótájékoztatót Viorika Döncsülő leköszönő kormányfő, miután a Ludovik Orbán kormány megkapta a bizalmi szavazatot a parlamentben. Szerinte az, ami hétfő délután történt, az a Klaus Johannis államfő által irányított politikai játszmák és manőverek megkoronázása volt. Ma bevégeztetett a végrehajtó hatalom illegitim elkobzásának művelete Románia elnöke által. Az a vak akarat, hogy saját kormánya legyen, amelynek politikailag parancsolgathat. Fekete napja ez a demokráciának. Az a nap, amelyen Johannes elnök, aki lábbal tiporta az alkotmányt és teljesen figyelmen kívül hagyta az alkotmánybíróság döntéseit, saját csatlósait juttatta a kormánypalotába. Viorika Döncsülő kiemelte, a miniszterjelöltek között továbbra is fellelhetőek olyan személyek, akiket a meghallgatás után elutasítottak a parlamenti szakbizottságok. Ez pedig előzmény nélküli helyzet és Klaus Johannis államfő cinizmusáról tanúskodik, illetve arról, hogy az ellenzék csúfot űz az állam intézményeiből és törvényeiből. Saját pártja elnökének ellentmondva legitimnek nevezte a kormányt Márcsél Csolákú a képviselőház szociáldemokrata párti elnöke, azonban hozzátette, Pártja ellenzékként fog viselkedni a törvényhozásban. Azt mondta, megvárják, hogy lejárjanak a mézes hetek, majd minden bizonyal bizalmatlansági indítvány nyújtanak be a liberális kabinet ellen. Az európai politika szemszögéből is fontos eseményként értékeli a nemzetközi sajtó, hogy megalakult Bukaresben Ludovik Orbán kormánya, hiszen így végre megalakulhat az új Európai Bizottság. Ugyanakkor több sajtóorgánum beleértve romániai lapokat is a megszokás hatalma révén Viktor Orbán kormányáról ír, utóbbi amúgy gratulált névrokonának, mint ahogy az Európai Néppárt is. A romániai kormányválság végére pontot tevő bizalmi szavazásnak, amelyel sikerült beiktatni Ludovic Orbán kisebbségi liberális kormányát, a külföldi lapok szemszögéből az a legnagyobb eredménye, hogy végre sikerülhet beiktatni az új Európai Bizottságot is. Ennek ugyanis eddig a román biztos hiánya miatt késett a megalakulása. Ludovic Orbán kisebbségi középkormánya megkapta a parlament bizalmát. Ezzel javultak a bukaresti és az Európai Uniós politikai válság megoldásának a kilátásai, írja a nagy presztízsű Reuters hírügynökség. Szinte azonosan fogalmaznak a France Press, valamint a belga hírügynökségek is, mindketten az Európai Bizottság perspektívájából tekintve a bukaresti eseményekre. Az Orbán kormány megszerezte a parlament bizalmát. A győzelem azt jelenti, hogy az új kormány megkezdheti az új európai biztos kinevezésének a procedúráit, számolt be az Euronews is. Az EU Observer ugyanakkor bővebben kifejti a kérdést, és összeköti azzal, hogy hétvégén Romániában államfőválasztások vannak. Ludovik Orbán miniszterelnök kormánya megkapta hétfőn Románia parlamentjének bizalmát, és beiktatásra kerül majdnem egy hónappal később, hogy a Döncsila kabinet bizalmatlansági indítvány révén megbukott. Mindez annak a hétnek az elején történt, amelynek a végén a román állampolgárok államfőt választanak, írja az EU Observer. Orbán Viktor magyar miniszterelnök, akivel a névazonosság miatt már több sajtóorgánom összetévesztette, levélben gratulált Ludovik Orbánnak Románia miniszterelnök évé történt megválasztásához. Biztosíthatom, hogy Magyarország Románia új kormányával is kölcsönös tiszteleten alapuló a két nemzet érdekeit szolgáló együttműködésre készül. Orbán Viktor kifejtette, bízik abban, hogy konstruktív szellemben dolgozhatnak tovább a magyar-román kapcsolatok elmélyítése és egy sikeres, az erős nemzetekre épülő Európai Unió érdekében. Az új kabinet megalakulását újongva fogadták az Európai Néppártban is, korábban az LPP szavazatai akadályozták meg, hogy beiktassák a Szociáldemokrata biztos jelöltet, amivel közvetve az Európai Bizottság beiktatásának válságát idézték elő. Gratulálni szeretnék Ludovik Orbán miniszterelnöknek, hogy átvette hivatalát és egy hiteles, felelős és Európa párti kormányt vezethet. Üdvözölni szeretném Ludovik Orbán bátorságát és határozottságát, amivel lehetővé tette azt, ami lehetetlennek tűnt. Jobb közép kormányt adjon Romániának. Úgy vélem, ez a Penelé vezette kormány új kezdetet jelenthet, és reményt biztosíthat Románia állampolgárai számára. Írja Zsózef Dól LPP elnök abban az üdvözletben, amelyet Ludovic Orbánnak címzett. Választási hírekkel folytatjuk. Öt nap van még hátra az elnök választásokig. Kelemen Hunor az RMDS államelnök jelöltje a háromszéki napot tartott, ami a választásokon való részvétel fontosságáról, a mozgósításról szólt. Találkozott a szövetség háromszéki és Sepsiszentgyörgyi vezetőivel, megtekintette a lécfalvi hulladékkezelő központot és ismertette választási kampányprogramját egy sajtótájékoztató keretében. Ja, Sajtótájékoztatón érveltek a magyar államfőjelölt indulásának fontossága mellett Sepsiszentgyörgyön. Tamás Sándor, az RMDS háromszék elnöke szerint a magyar államelnök jelölt azért fontos, mert elmondja a romániai magyarság problémáit. Antal Árpád, az RMDS Sepsiszentgyörgy kiemelte a magyar államelnök jelölt indítása egy üzenet, azt jelenti, hogy a romániai magyarsággal számolni kell. Minden alkalommal, amikor választásokat tartunk, este a román televíziók bemutatják a választási térképet. Általában azokat a megyéket, amelyeket minyerünk meg, zöldel szokták jelölni. Én azért is fontosnak tartottam, hogy jelöltünk legyen, mert nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy eltűnjön a zöld szín Románia térképéről, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy azoknak a kedvébe járjuk, akik járjunk, akik el szeretnének minket tüntetni ebből az országból, akik azt szeretnék, hogy egyáltalán ne legyünk Románia térképén. Kelemen Hunor elmondta programja, Románia minden polgárához szól, nemzetiségtől függetlenül, és olyan értékekre épül, mint az emberi méltóság, a bizalom és a tisztelet. Kiemelt te, találkozásai során arra kérte a románokat, hogy ne tekintsék a magyarságot biztonsági kockázati tényezőnek, legyenek tisztelettel a romániai magyarság nyelve, kultúrája és történelme iránt. Ugyanakkor elmondta, a magyar jelöltre leadott szavazat érték, mert egy identitás megőrző közösség erejét mutatja meg. Az utolsó héten vagyunk a mozgósítás hete, ez mindenkit arra bíztatunk, hogy jöjjön el és november 10-én szavazzon. A jó választás az az RMDS jelöltjének a megválasztása, szavazon rám nincsen elveszett szavazat. A kisebbségi nemzeti közösség esetében ez önbecsülés kérdése is a politikában, ami esetünkben még inkább az asztalnál kell ülni, nem az étlapon kell szerepelni. Az erő, az erő fölmutatása, az erős közösség fölmutatása pedig nekünk létkérdés. Ezért is kérek mindenkit, hogy november 10-én jöjjön és szavazzon, támogasson engem. Kelemen szerint a román államfő jelölteknek nincs programjuk, nem állnak ki közösségük elé, és nem vállalják a vitákat. Ugyanakkor azt is elmondta, az RMDS elvárása az újonnan beiktatott liberális kormánytól a jövő évi költségvetés megalkotása, a bruttó nemzeti termék 6%-ának biztosítása a tanügy számára, valamint az infrastruktúrális beruházások folytatása. Az Álde és a Románia alkotta UNOM szövetség jelöltje Mircea kornú tegnap Temesváron az államfő alkotmányos jogairól beszélt. Mint mondta, az államfőnek politikamentes kötelezettségei kellene legyenek, ami jelenleg nem teljesül. Az eddigi államelnökök azzal foglalatoskodtak, hogy minisztereket és kormányfőket váltsanak le, azaz a politikai ágazattal foglalkoztak, nem a lakosság érdekeivel. Egy államfőnek nincs mit keresnie a politikai csatározások helyszínén, neki pártatlannak kell lennie, hangsúlyozta Mécsádiá Mint Mintegy 400 paradi és aknavásári sóbányász lépett trájkba, mert nem kapták meg 2019-re az őket megillető vakációs jegyeket. Az ott dolgozók nem csak a kitermelést függesztették fel, leállították a turisztikai bázis működését is. A désaknai bányászok indították a spontán tiltakozást, megszüntették a só kitermelését és az eladást is. Ennek következtében az ország sóbányáiban sóra hagyták abba a munkát a vájárok. A paradi bányászok ma döntöttek úgy, hogy csatlakoznak a sztrájkhoz. A beígért vakációs utalványokat ők sem kapták meg. Hétvégeken tárgyalások folytak, új dézsen a, a vezetőtanács elnökive, meg a szakszervezeti vezetők Bukaresbe vasárnap aláírtak egy megegyezést. Erre vártunk 24 órát, hogy hivatalos választ kapjunk. Semmi, semmi válasz nem jött, szinte úgy tűnt, hogy semmibe se veszik a, a bányászaink. Ohaját és jogos követeléseiket. A vakációs jegyekre szánt pénzt a szaktárca átirányította a Römnikó vülcsára, hogy ebből fedezzék az átszervezéssel és a végkielégítésekkel kapcsolatos költségeket. Több mint valószínű, hogy fog következni egy nagyobb leépítés a vülcsai bányánál, ami körülbelül 120 embert érint. Ez a volt értéke, ütnék a kompenszált fizetéseket, és ezért egyértelműen úgy döntöttek, annélkül, szóltak volna a szakszervezetnek, csináltak egy rektifikált budgetet, és egy ö, plant, amivel a leépítések lesznek völcsán, és felküldték a minisztérium felé. A parajdi bányászok sztrájkja miatt a sobánya turista részlegesen látogatható, így a kezelések is szünetelnek. Az első éves egyetemisták egyharmada megbánja, hogy milyen szakot választott, derül ki a romániai diákszervezetek országos szövetségének felméréséből. Szakértők szerint ennek egyik fő oka a pályaorientációs rendezvények hiánya. Erre a problémára keresett megoldást néhány Marosvásárhelyi középiskolás, akik egy nemzetközi projekt keretében tehetségnapot szerveztek, amelyre elhívták több erdélyi felsőoktatási intézmény képviselőjét. Izgatottan szaladtak fel alá a Bójai Farkas Elméleti liceum folyósói ezek a középiskolások, a jövő jó mi, elnevezésű programmal saját kortársaikat akarták megszólítani. Kozma Paula 11. -es diák. Ő már a középiskolai szakot is úgy választotta, hogy tudta, hol folytatná az érettségi után. Annak tudatában van ő is, hogy ezzel a többség nincs így, nekik szeretnének segíteni. Először is úgy gondolom, hogy mindenkinek van egy-egy elképzelése és hát megpróbálnak bejutni a különböző előadásokra, ami az egyetemeken van. Ott pedig meglátják, megláthatják azt, hogy az talál-e nekik, vagy tetszik-e nekik azok szerint, amiket elmondanak, ez kívülben meg van pszichológus is, aki segít majd ebben. A pedagógusok számára is segítség a pályaorientációs rendezvény, hiszen a középiskolások elsősorban őket kérdezik meg ezzel kapcsolatban, mondja a Szőcs Imre román tanár. Nagyon sokan még 12-ben sem tudják, hogy merre irányodjanak. Az iskolának ebbe a pillanatban, ebbe a helyzetben nagy a szerepe. Tudni illik, osztályfőnök óráknak nagy része 12 erre irányodik, hogy elmagyarázni a 12-es diáknak, hogy mit is tud kezdeni magával, milyen lehetőségek adódnak. Az egyetemek számára sem közömbös, hogy a középiskolások ismerik-e az intézményeket. A bábes Tudományegyetem ezért partner több középiskolás vetélkedő lebonyolítás, mondja Kádár Magor. Nem kellene úgy menjen valaki egyetemre, hogy csak hallott róla, vagy nem is tudom, hogy mire megyek. Szeretném azt, hogy igen, találkozunk előtte, szeretném azt, hogy a diákonak élményük legyen az egyetemről, és ennek tudatában tudjanak majd dönteni. Az erdélyi magyar középiskolások számára öt felsőoktatási intézmény hirdet alapképzést az anyanyelvükön. A Párciumi Keresztény Egyetem, a Szapiencia MT, a Bábesbolyai Tudományegyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti és az Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem fedi le az oktatási paletta nagy részét. 11 év kihagyás után Kolozsváron éled újra november második felében az Európai Színházi Unió Fesztiválja. A helyszín annak is köszönhető, hogy tavaly Tompa Gábolt választották a testület elnökévé. November 19-e és 30-a között rendezik meg a Kolozsvári Állami Magyar Színházban a 18. UTE-fesztet, vagyis az Európai Színházi Unió Fesztiválját. Ennek keretében Európa 13 országából 19 előadást nézhet meg a közönség. Az előadásokat román, magyar és angol nyelven feliratozzák. Az Európai Színházi Unió még a kelet-európai rendszerváltások előtt jött létre. 1992-től 2008-ig minden évben valamelyik tagszínház rendezte meg a fesztivált. Az utolsónak éppen a Korozsvári Állami Magyar Színház a Bukaresti Bulándrás Színházzal közösen volt a házigazdája. Ezt követően azonban, tekintve, hogy mintegy 2 millió eurós költségvetésből gazdálkodott egy-egy kiadás, anyagi nehézségek miatt nem sikerült megtartani a fesztivált. Egészen mostanáig. Az, hogy Kolozsváron éled újjá ez a fesztivál, az tulajdonképpen annak is köszönhető, hogy Tompa Gábort, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatóját 2018. májusában az Európai Színházi Unió elnökévé választották, és Neki az egyik fő, két, fő célkitűzése az volt, hogy ezt a fesztivált újraindítsa. Ezúttal sem volt egyszerű összegyűjteni a szükséges alapokat, de végül csökkentett költségvetéssel, mintegy 65-70%-ban romániai, 30 35 százalékban magyarországi forrásokból sikerült tető alá hozni a mostani Kolozsvári rendezvényt, amelyen az után 16 taxínháza közül 14 vesz részt. Magyar nyelven a Kolozsvári Állami Magyar Színház négy előadását és a Budapesti Vígszínház egyik produkcióját nézheti meg a közönség. Szatmári siker Marosvásárhelyen, sporthírek következnek. Legyőzte a korábbi éllovast és elhagyta a kiesési jövezetet az FK Csíkszerede a labdarúgó második ligában. A nagy presztízsű bukaresti rapid elleni sikert követően a Turist Turnumogu elé látogató Csíkszeredába, amely heteken keresztül vezette a bajnokság rang sorát. A házigazdák azonban nem illetődtek meg, és egy gólos sikert arattak a helyzetekben nem igazán bővelkedő mérkőzésen. A találkozó az 59. percben dölt el, amikor Kálmán cselezte be magát jobb oldalról, és mintegy 18 méterről laposan a rövid sarokba küldte a labdát. A győzelemnek köszönhetően az FK a 14. helyre jött fel a tabellán. A csíkszeredai csapat híradónkkal egy időben pótolja a Petrolu Ployest elleni az 5. fordulóból elnapolt találkozót, szombaton pedig a Temesvári Poli otthonába látogat. Marosvásárhelyre látogatott a női kosárlabda mezőnyének egyik erőssége, a szatmárnémeti németi cseszémé. A szatmáriak idén is a sepsi szentgyörgyi sepsi szik legfőbb riválisának számítanak, így nem okozott gondot számukra az idén nehezen összeállt keretű házigazdák legyőzése. Nagy arányú sikert haratott a Szatmár németi Marosvásárhelyen, a Sirius Murés otthonában, a női kosárlabda bajnokság keretében. A szatmáriak már a mérkőzés elején egy 15 0 sorozattal indítottak, és végül 104-48-ra nyertek. A házigazdák megpróbáltak felnőni a feladathoz, ami időnként sikerült is, de egyelőre még nem állnak a szatmár németiek szintjén. Tudtuk, hogy szatmár ellen ez lesz, és nem is arra törekedtünk, hogy nagyon szoros eredményt érjünk el. Lényeg az volt, hogy mindenki játszódjon. Gyakorlatilag a következő meccsre készültünk, amit viszont meg kell nyerni, és 16 ponttal kell megnyerni. Ez az agronómia ellen lesz jövő héten. A Marosvásárhelyiek optimizmusát az is indokolja, hogy új légiós érkezett a csapathoz. Az amerikai beállós szerepléséhez nagy reményeket fűz a csapat vezetősége. Úgy gondolom, hogy az én hozzájárulásommal meg tudjuk nyerni azokat a mérkőzéseket, amelyeket meg kell nyernünk. Az ilyen erős ellenfelekkel, mint ez a csapat is volt, jó esélyünk van fejlődni, amit ma meg is tettünk. Izgatottan várom, hogy mi lesz. A vendégek egyfajta edzőmérkőzésként tekintettek a Marosvásárhelyi kiszállásra. A csapat egyik erősségének számító orosz Andrea elmondta, örültek annak, hogy a házigazdák néha arra kényszerítették őket, hogy ne engedjenek ki. Hisz nekik arra kell készülniük, hogy a nagy rivális sepsi szentgyörgy ellen teljesítsenek igazán jól. Tetszett, ahogy mozgott, ahogy játszottak a... Törgumores is jól ment. Nekünk ugyanaz a objektív, hogy az első helyen legyünk, úgyhogy ez csak egy edzőmecsenként uh, tudtuk uh, nézni. Jó volt, én azt mondom, hogy jó volt a játékunk, még sokat kell, hogy dolgozzunk védekezésbe, támadásba, de még van időnk, ameddig, a, amikor fogunk játszani a női bajnokságban a FIBA ablak miatt három hetes szünet következik. A Marosvásárhelyi Muresul Sirius következő mérkőzésen Nagyváradon lesz a CSU Rúkisz otthonában. Addig azonban még egy kupameccset játszanak a bukaresti agronómiá ellen. Szatmár németi következő találkozója a hazai pályán lesz, amikor a Kolozsvári U csapatát fogadják. A híradót látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.